korszakváltó időket él a magyar mezőgazdaság. Egyébként szélesebb körbe is, de legyünk elég önzőek ahhoz, hogy csak a magyarról beszéljünk. Nagyon súlyos idők előtt áll a magyar mezőgazdaság. Nagyon fontos, hogy stratégiai gondolatok, szemléletformálás történjen. Én most ebben a rövid előadásomban szeretnék néhány olyan fontos stratégiai gondolatot fölvetni, ami nyilván el fog vezetni majd a terménypiacokhoz, meg az előrejelzésekhez, amire valójában a felkérést kaptam. De a Laci bácsi korai bevonás gondolata az engem megérintett. Én nagyon sokat dolgoztam ezen a prezentáción, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha legalább ezt a 7 széket, aki kíváncsi rá, az közelebb ülne, és innen esetleg látni is fogja, mert tényleg jól néz ki. Nincs bátor jelenkező, nem baj, engem nem zavar. Szóval a világ elképesztő sebességgel változik. Egy gondolat arról, hogy hogyan és miként működik a világpolitika legnagyobb, legmagasabb szintjein. Nyilván történelmi példát hozok, mert nem szabad megnevezni a jelenkornak a bűnözőit, de nézzük meg, mi történt 110 éve Japánban. Az nagyon jó analógia arra, ami most történik. Ugye Japán annak idején hatalmas polgárháborúnak nevezett időszak volt, a klánok egymást írtották 110 éven keresztül. Jött egy ilyen Hideyoshi nevű paraszt egyébként, aki nem is lehetett volna szamuráj, de már nagyon kevesen voltak, fölépítette magát, és megoldotta azt, hogy egyesítette a klánokat, mindegyiket a hatalma, az uralma alá vonta, és egyszer csak azt mondta, kész, vége a háborúnak. Óriási ünnepségek, a szamurájok hazamennek, leteszik a kardot, néhány napig el vannak, aztán jönnek vissza. Mondják a főnöknek, hogy mit csináljunk? Nem értünk semmi máshoz. Ugye elkövette azt a hibát, hogy nekiugrasztotta a harcosait Kínának, ahova nem is nagyon jutottak el, mert ugye a koreaiak nem vették ezt jó néven, és kiirtották ezeket a csapatokat, de nem ez a lényeg. Az üzenete ennek a történetnek az, hogy a hadigépezetek harcolni akarnak. És amik fölépültek, azok ezt fogják csinálni. Tehát most nevezhetjük Ukrajnának, de a Közel-Keletnek, korábban Balkánnak, de ezek, nem véletlenül sorolom ezeket a helyeket, bármikor újra föllángoltak, mert a hadigépezetek harcolni akarnak. Ezzel nagyon fontos, hogy tisztában legyünk. Nyilván kétpólusúra vált a világ. Én szívesen vitatkozok arról, hogy most Kína vagy az Egyesült Államok az nagyobb gazdasági teljesítménnyel bíró térség. Én szerintem Kína már réges-rég legalopozta az Egyesült Államokat, de a lényeg a mi szempontunkból az, hogy most mind a ketten gyarmatosítják Európát. Tehát mi most egy nagyon komoly küzdőtér vagyunk, és nem nagyon osztanak nekünk ebben a játékban lapot. Ez egy nagyon fontos másik olyan stratégiai kérdés, amivel nekünk folyamatosan számolnunk kell. Nyilván mezőgazdasághoz közelítve nem mehetünk el Ukrajna mellett. Nyilván óriási jelentősége van az, hogy mikor és milyen feltételekkel csatlakozik majd az Európai Unióhoz. Az nem kérdés, hogy nincs más út, mint az Európai Unió felé a Ukrajnának, de az, hogy milyen feltételekkel és mikor, az számunkra, a mezőgazdasági termők számára egy nagyon fontos stratégiai kérdés, hiszen nyakunkon érezzük azt, hogy ennek a hatása már most napi szinten befolyásolja a piaci árainkat. Erre is vissza fogok térni. Most sajnálhatják igazán, akik nem mertek idejönni közelebb, ugyanis van itt egy nagyon fontos grafikon itt a bal alsó sarokban, ami ugye a klímaváltozásnak a grafikonja, és még mindig nem nagyon akarjuk elhinni, hogy valóság, pedig ha most fölállunk, akkor is érezhetjük. Azt mutatja az első részében millió években, aztán ezer években, és a végén már csak években mérve, hogy hogyan melegszik az éves átlaghőmérséklet a Földön. A emberiség ebből az egész történetből egy pici sárga rész, amit itt a grafikonnak a vége felé látjuk, amikor alig volt átlaghőmérséklet változás, az volt igazán élettele az embernek. Na ez az időszak elmúlt,
Most már ebben a piros szakaszban vagyunk, és erre azért nagyon komoly válaszokat kell majd keresnünk arra, hogy milyen növények lesznek egyáltalán azok, amelyek ezt a magas átlaghőmérsékletet, de pláne a sugárzást ki fogják bírni. A lényeg az, hogy egy nagyon komoly nehézségekkel bíró időszak áll előttünk. Nyilván ennek a hatásait föl lehet rajzolni, hogy drágul az élelmiszer, az éhínség, a migráció, a háború, a válságok, hogyan indítottak egy olyan spirált, amiből nem nagyon van kitörési lehetőség. És nem arról kell vitatkozni, hogy az ember csinálta, vagy nem az ember csinálta. Nyilván, hogyha a természetes jelenség, akkor ez nem üzlet, de hogyha az ember csinálta, akkor ez egy óriási üzlet. Tehát most már nem beszél senki arról másik alternatíváról, mert óriási üzlet lett a klímaváltozás. Ugye vannak hatásai az élelmiszerpiacokra. A baloldali grafikon a FAO-nak az élelmiszer árindexe. Mit lehet látni rajta? Azt, hogy a 100%-os vonal fölött van már a görbe 45 hónapja. Abból ugye van egy 27 hónapos időszak, amikor már lassult ez a növekedés, de még mindig masszívan magasabb növekedési számokat mutat. Most ilyen 20%-kal van a referencia időszak fölött. A másik grafikon az éhezők száma. Ugye az látszik benne, hogy az utóbbi években hihetetlen mértékben gyorsul a növekedése az éhezőknek. Most olyan 850 milliót mond az ENSZ, de én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb szégyene az emberiségnek. Talán még nem az a grafikon jön, de kicsit előre szaladok, hogy felül a világ gabonatermelését látjuk. 2312 a mai számok szerint, ugye, amit az IGC kihozott tegnap, az összes gabonatermés a világon, ebből 600 millió tonna masszívan készlet. Ha ezt a 600 millió tonnát, most tudom, naív vagyok, de úgy áttolnánk a másik grafikonra ennek a 850 millió embernek, rohadt jó helyzet alakulna ki, az árak nagyon szépen fölmennének a helyükre, tehát a megérdemelt a költségeiket, erőfeszítéseiket méltányoló helyükre, megszűnne az éhezők, vagy legalábbis jelentősen csökkenne a számuk. Miért nem teszi ezt meg az emberiség? Ez egy nagyon elgondolkodható dolog, szerintem, és nagyon gyorsan megoldaná a helyzetet. Ugyanis van egy másik nagyon fontos összefüggés, amire szeretném felhívni a figyelmet. Ezeknek az árváltozásoknak, főleg itt Magyarországon azért megértük ezt a komoly élelmiszerinflációt. Van egy ilyen hatás, amit ezzel a fordított Maslow-piramissal szoktam demonstrálni. Magyarul, hogy a magas hozzáadott értékű termékek, azok elkezdenek egy kicsit kihullani ebből De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy ennek a hatásait is nagyon sokáig fogjuk még érzékelni. Aki hallott már engem beszélni, az mindig találkozik ezzel a grafikonnal, ami az élelmiszerláncunknak az árváltozásait mutatja. Mit lehet látni rajta? Az, hogy a sárga színű mezőgazdasági árindex ingadozik a legnagyobb mértékben, mutatja a válságokat, a 2007-es, a 2011-es, 13-as, meg a 2022-es válságokat nagyon szépen mutatja. Mi történt 22-ben? Egy soha nem látott jelenség alakult ki, az összes ár egyszerre kezdette fölfelmenni párhuzamosan. Mezőgazdasági ár, élelmiszeriparára, fogyasztói árak, infláció, bentek. Milyen sok boldog ember volt akkor itt ebbe a sátorba, azt gondoltuk, hogy hú, végre mi is a költségeinket érvényesíthetjük az árakban, rendben lesz az a világ. Egészen addig, 2023. január 1-én visszaállt a régi rend, és az látszik a görbén, megint ugyanúgy van, mint korábban volt, a legkisebb változása élelmiszer kiskereskedelmet érinti, a legnagyobb a mezőgazdaságot. Tehát újra érvényesül az, hogy ki az a legerősebb tagja az élelmiszer értékláncnak, amit a számok azért nagyon szigorúan alá is támasztanak. Ugye megint miért nem látszik messziről, ezért felolvasgatom, 22-ben 50%-kal nőtt, 23-at 15%-kal csökkent az agrárár, az élelmiszeripari 34-jel nőtt, aztán csak 19-szer, és ami itt az érdekes az, hogy mind a két évben 26%-kal nőtt a kiskereskedelem árindexe. Gyönyörűen tudja érvényesíteni, akár növekvő, akár lefelé menő szakaszban
az érdekeit a kiskereskedelem. Itt az alsó ábrákat nem fogom nagyon méltatni, az látszik rajtuk, hogy bár volumenben másfél évig azért megütötte a piacunkat az nagyon magas infláció, értékben egy percig nem ingott meg, a kiskereskedelem forgalma nagyon szépen tudott emelkedni azokban az időkben is, amiket mi igen nehezen éltünk meg a magas árak miatt. És akkor itt vannak a gabona görbék, amiket szerintem mindenki ismeri, csak nem biztos, hogy olyan szempontból gondol rá, mint én. Felteszek egy találós kérdést. Mit csinál a gazda, legyen az a föld bármely pontján, hogyha alacsonyak a terményárak? Mit csinál? Fogja, növeli a termelését, beteszi a raktárba. És mit csinál, hogyha fordítva van? Ott ugyanazt csinálja. Ugyanazt csinálja. Minden piaci körülmények között növeljük a termelést a gabonafélékből mindenképpen, és növeljük a készleteket. Na ez az a óriási probléma, amivel kellene kezdeni valamit. Nagyon jól látszik ebből a görbékből néhány dolog. Az egyik az, hogy a egyensúlytalanság nincs. Helyileg, lokálisan, időszakosan vannak egyensúlytalanság, de alapvetően magas készletszint, a keresletnek megfelelő termelés, és ugye aki olvassa a híreket, már pedig mindannyian olvassák a híreket, ugye most a mai, tegnapi meg a mai napon is kijöttek az IGC-nek meg az USDA-nak a friss termésel is előrejelzései, és mindegyik növeli. A múlt hónaphoz képest 8 millió tonnával egészen konkrétan a világ gabona termési előrejelzését. Minden körülmények között többet akarunk termelni. Ennek ugye az egész makrogazdasági helyzetnek van egy nagyon jól megfogható strukturális változása a háborúval, a klímaváltozással együtt. Ezt a kukoricán keresztül próbálom elmagyarázni. Ugye a legnagyobb exportőr tavaly kukoricából Brazília lett. Idén ezt most nem fogja tudni megismételni, mert olyan frankó lett az amerikai termés, de egyébként az amerikaiak a szójából már szintén Brazíliától, búzából meg Oroszországtól elszenvedve leestek a dobogó tetejéről. Tehát a USA mellé nőnek föl folyamatosan nagyon erős piaci potenciállal rendelkező országok. Nagyon sokat lehetne ezekről beszélgetni, hogy Oroszországot hogy kényszerítette bele az Európai Unió, hogy önellátó legyen, és most már a világ meghatározó élelmiszer termelője, nem hogy önellátója. Sokat lehetne beszélni arról, hogy miért ott az a kis fekete görbe, az a ukránoknak a piaci befolyása, hogy hogyan csökkent drasztikusan az ukránok befolyása a gabonapiacokra, meg hogy mi történik Ukrajnában. Nem megyek bele, mert akkor soha nem végzünk. A következő stratégiai gondolatsor, amit nagyon szívesen tárok önök elé, az az, hogy kell levernünk ahhoz, hogy végre kialakítsunk magunknak egy fenntartható jövőképet a mezőgazdaságban. Mindannyian tudják, hogy az, ami most eddig volt, az tovább nem folytatható. Egy gyönyörű hullám, egy nagy cunami elhozott minket évtizedeken keresztül eddig, de nyilván olyan sok körülménye változott meg egyszerre a gazdálkodásunkban, hogy ezen már nem tudunk pusztán a piaci kihívások meg a támogatási rendszer hátán elmenni, de azért, ha szembesüljünk már a számokkal, ugye most voltunk 20 évesek az EU-ban, érdemes tudni arról, hogy az Európai Unió ebben a 10 évben, vagy 20 évben 10 ezer milliárd forint támogatást küldött a magyar agráriumba. Még egyszer mondom, 10 ezer milliárd. A magyar költségvetéshez még közel 3500 milliárdot hozzátett, tehát azért kimondani is elég komoly dolog, 13500 milliárd forint áramlott be a szektorba. Éltünk vele, ahogy sikerült. A fenti görbe a támogatások és a beruházásoknak az összefüggése, ami egy nagyon sok évtizede jó működő görbe volt. Minél több támogatást kaptunk, annál több beruházást hajtottunk végre. Na, ennek is vége lett 2023-ban. A beruházási görbe szépen lefintult, mert ugye egészen más gazdálkodási körülmények, kamatkörnyezet, piaci árak, és így tovább sorolhatnám, mi az, ami miatt nem... Nagyon óvatossá vált az a magyar agrártermelő is a beruházásokban.
Az említett cölöpök, az időjárás változás nem kérdőjelezhető meg, az időjárás megváltozott, és hogyha belegondolunk abba, hogy ettől kezdve minden nyáron ez lesz, szegény kukorica hogy fog ezt kezelni? A piacainkat ugye átárazta az ukrán közvetlen befolyás, ezt sem kell sokáig magyarázni, ez is így lesz, sőt, ugye fokozódni fog azon keresztül, ahogy sodródik az Európai Unió felé. A szűkös munkaerőről nem kell sokat zengedeznem, mindannyian tudjuk. A támogatási hátteret az továbbra is nagyon masszívnak és nagyon erősnek kell minősítenem. És a következő tényező a fenntarthatóság zöldítési követelmények, amelyek nagyon kemény feltételeket fognak biztosítani. Néhány nemzetközi árgörbe. Bal oldalon Párizs, jobb oldalon Chicago. Megint át kell mennem, mert nem hallom a hangomat. Nem figyelnek, igen, biztos. Unalmas vagyok, biztos. Mit lehet látni, bár csak én tudom, de önök úgysem látják, mert nem mertek idejönni. Mindegyik körbé, akár a párizsi búza, párizsi kukorica, akár a repce, mindegyik lefele fintul. Mindegyik lefele megy. Ugye a chicagóiak szintén ugyanezt csinálják. Tehát elég egyértelmű trendek vannak, ami mögé muszáj, hogy belássunk valamelyest. Az én szemszögöm, nem tudom, ki látott már ilyen ábrapárat, amit most csak ti láttok itt elől. Felül az S&P 500, alul a búza ára. Elképesztő szoros összefüggésben. Elképesztő. Hogyha napi szintre lebontogatjuk, akkor még elképesztőbb az összefüggés. Mutatom a konkrét példát. Ez ugye április 18-a, amikor ugye az a vita, ami az amerikai kamatvágással kapcsolatban föllángolt, az eljutott oda, hogy elbizonyította a részvénypiaci befektetőket. Abban a pillanatban rányítottak az árutőzsdére határidős ügyletekkel, mi meg éreztük, hogy elmennek az árak fölfelé. Egy csomóan gondolom azt hitték, hogy vége a nehéz időknek, és majd nem. A részvénypiac azóta is minden nap újra csúcsokat dönt, és még egy mindent pozitívan áraznak, most már Trump is pozitív üzenet, tehát mennek felfele. Ennek a következménye pedig az, hogy amíg a brókereknek nem kell semmit csinálni, csak dől a lé a részvénypiacokból, addig nem szórakoznak velünk. De abban a pillanatban, egy pillanatra is meginog, akkor keresik a másik megtérülési lehetőséget. Ezt nagyon-nagyon érezni kell, ez az újságokban, a hírekben mindig benne van. Ez a történet, ez nem kiszámíthatatlan. A hossza az nehezebben befolyásolható, nehezebben kitalálható, csak azt kell megérteni, hogyha a részvénypiacok vagy egyéb befektetési lehetőségek jó húznak, akkor tudnak érvényesíteni az agrárpiacon a keresleti kínálati tényezők. Most az, hogy melyik nap, melyik irányba, ki merre szeretné befolyásolni a pozícióinak megfelelően, azt azért meg lehet szintén az újságok híreiből olvasgatni. Van egy brilliáns példám erre, mert ezeken tényleg nagyon tetszik. Áprilisban, amikor ugye ez az ominózus eset történt, az oroszok napról napra jöttek, hogy megfagyott, hogy vége 96 helyet letolták egy-két hét alatt 82 millió tonnára várható búzatermésüket. Nyilván készleteik voltak, ki akarták söpörni. Föltolták az árat, eladták, aztán pedig mit csináltak múlt pénteken? Hát mégis 86 lesz, de lehet, hogy 90. Nagyon ügyes. És azt a piac becumizza egy pillanat alatt. Ugyanezt történt tegnap is, amikor ugye a Nemzetközi Gabonatanács meg az USDA egyébként nem véletlenül kézen fogva, szintén ugyanezt a üzenetet mondta, hogy több lesz a termény, nem kell tartani az árakat. És lenni is vannak az árak. Ez az agrárpiacoknak egy olyan nagy fontos üzenete, amit azon a jobboldali grafikonon nagyon jól lehet látni, pillanatok alatt lehet hisztériát kelteni. Nyilván élelmiszerről van szó, vannak nagy importőrök, akiknek azonnal reagálni kell ilyen helyzetekre. Mit tudom én, Egyiptom már ugye ezer évek óta ilyen ország. Ha emelkedik a búzárkor, neki muszáj belevennie, mert ugye nem éhezhet a nép, és ő maga gerjeszti tovább az árak emelkedését. Az üzenetem ebből az, hogy nem kiismerhetetlen a folyamat,
energiát kell fektetni abba, hogy ezeket megértsük, ezeket a mechanizmusokat, és figyeljük nem csak a mezőgazdasági híreket, hanem a többi befektetési piacnak az üzeneteit, mert tényleg most végtelennek tűnik, ugye sosem volt még ilyen hosszú emelkedési időszak a tőzsdék történetében, de mivel a tőzsdézés első szabálya, hogy a múlt az semmit nem jelent, abból nem lehet kiindulni, lehet, hogy nagyon hosszú ideig fog ez még így történni. És ez nekünk nagyon fog fájni, ugye azt jól tudja mindenki. Hazai árak, nem túl lelkesek, ugye ugyanezeket látni magyarra lefordítva, azok a csökkenések, amiket a mai napon mutat, meg tegnapi napon is elkezdődően a tőzsde, az meg nyilván ezeken az akis árakon még nem látszik, de el fogjuk szenvedni őket, elfelől ne legyen kétségük. Már megint egy találós kérdéshez jutottunk, amit nektek teszek fel, ilyen kedves bátor kollégák, hogy a kettő közül vajon melyik a kőolaj és melyik a szójának az ára. Mert ugyanis egy másik nagyon komoly összefüggésre jutottunk. Profi, felső a kőolaj, az alsó pedig a szójára. Ott is van egy nagyon fontos összefüggés, de a lényeg az, hogy szójából rekordtermés van, megint rekordok tőlnek folyamatosan, tehát ez az árcsökkenés csöppet sem véletlen. Itt vannak a stratégiai kérdések. Ugye mit látunk? Búza csorog lefelé a vetésterület, a kukoricái is csorog lefelé. Az árpa csinált egy bakit és megugrott tavaly a tehetetlenség miatt, de az nyilván nem egy tartós jelenség. A másik sarokban a repceterület csökkenése is egy most már tartós történet, és mi van a kettő a főnövények közül, ami emelkedik, a napraforgó örökszerelem és a szója terület, ami ugye nagyon jó alternatívának bizonyul ezekben az években, annak ellenére, hogy a világpiaci árak ugye e pillanatban kedvezőtlenül alakulnak. Nekem döbbenetes volt, ugye én bátorkodtam már most már több mint két éve azt az előrejelzést tenni, hogy nagyjából 650 ezer hektár lesz az a terület Magyarországon, ahol kukoricát lehet bármilyen gazdaságossági körülmények között előállítani. Én azt gondolom, hogy ez a 800 már jó mutat ebbe az irányba, de még mindig nem értem, hogy mi vezette az embereket arra, hogy ilyen sokat elvessenek belőle. Én az aki táblájában 74 ezer hektár szóját látok, valaki 112-ről beszél, nem tudom mi az igazság, a lényeg az, hogy emelkedik. Van még ugye a napraforgó, amiről azt tanultam én, amikor pályakezdő voltam, hogy ez 300 ezer hektár a maximális terület, amit Magyarországon lehet, hát most 700-nál vagyunk, és még ez nem a vége. Ugye kiemeltem még a csemelkukoricát, meg a zöldborsót, amiről szintén nagyon sokat lehetne beszélni, és itt talán meg is ragadom az alkalmat a csemelkukoricával összefüggésben, mert azért ez nagyon fontos üzenet. Ugye Kína. Kína ezekben az ármozgásokban mindegyikben benne van. A világ legnagyobb piaca, a legnagyobb importőre a legtöbb termékből, és közben ő sem hülye, elkezdte növelni a mezőgazdasági termelését, és mára látványosan elkezdett növekedni akár az árpa területe, akár a szója, akár a tejgazdasági kibocsátása, és egyre csökken az importigénye. Másik oldalról meg a világ legnagyobb importérőről beszélek, aki nagyon okos stratégia alapvető étkezési gabonákat. A statisztikák azt mutatják, hogy évtizedes távlatban a búza kétharmada, a kukorica meg háromnegyede az ő raktáraiban pihen. Mi ennek az oka? Ugye ennek sok oka van, de az egyik az nagyon érdekes összefüggés véleményem szerint, mert hogyha párhuzamba állítom azzal a hírrel, hogy az 52 afrikai ország közül 19-20-ban kormányzati szinten van már befolyása a kínai pártnak, magyarul azt az ország a földrészt már gyarmatosított, ott nagyon fontos szerepe van annak, hogy ő gabonasegélyeket osztogat. Tehát erre használja ezeket az óriási készleteket. Nagyon érdekes összefüggéseket lehet látni, és ezért mondom, hogy az ő teljesítményük már határon túl van, nem igazán az anyaországban keletkezik a nagy GDP-jük, ezért nagyon szépen vezetik a világot az óruknál fogva. Számunkra az ünnep még egyszer az, a mezőgazdasági kibocsátása folyamatosan növekszik, és csökken a világpiaci függése. Ez nem szűnik meg, mert olyan hatalmas tételekről beszélünk, de az árak befolyásolása mentén erre mindig gondolni kell. Az öt növénynek a magyarországi grafikonjai, akár területarányt, akár mennyiségarányt nézünk, az mutatja, hogy elképesztő komoly nyomvájukba megyünk.
amikből nagyon nehezen szállunk ki, de azt gondolom, hogy hogyha elkezdünk, hazamennek, vagy esetleg már a kocsiban hazafelé elkezdik azt felrajzolni egy grafikonra, hogy hol keletkezik ebből a növénytermesztési dologból a jövedelem. Alá pedig, hogy mennyi időt fordítok az egyes tevékenységemre. Az fog kijönni, hogy miközben a szántóföldi munkákkal kötjük le az energiáink mondjuk 98%-át, a jövedelmünk, a másik oldalon az értékesítés egyet, illetve nem, mert a raktározás értékesítés pontján keletkezik. Ezt kellene végig gondolni, és ezekkel képességeket fejleszteni arra, hogy igenis megértsük a gabonapiaci folyamatokat. Egy hasonló rendezvényen nem is volt olyan rég, amikor ezt mondtam, akkor az egyik gazdatársunk úgy felnyitotta a kezét, de hát Zoli, én termelő vagyok, a kereskedő dolga, hogy azt eladja. Így mentünk tönkre. Tehát nyilván, hogyha az orrunkkal fogva tudnak vezetni, akkor nagyon könnyű átcsoportosítani a jövedelmeket. Kisebb, kevesebb szereplős mezőgazdaság lesz, ami ebből a korszakváltásból kijön. Ez a meggyőződésem, és mint egy kereskedelmi banknak a agrárszakértője, napi szinten látom azt, hogy milyen hihetetlen koncentráció indult el a magyar mezőgazdaságba. Ahogy kezdtem a gondolatmenetet, az a cunami, ami elhozta ezt a gazdatársadalmat a mai pontig, megszűnt, elengedte, és most kezd kihullani az a szakmai hiányosságától, tőkehiánytól, ismerethiánytól szenvedő réteg, aki meggyőződésem szerint elég nagy teher volt eddig a magyar mezőgazdaság. A másik oldalon a dolognak az üzenete az, amit mindig is harsogtunk, hogy működjetek együtt. Csináljátok együtt. Nem kell szövetkezet, ha még mindig nem szeretjük ezt a szót. Egy csomó stratégiai módszer. Megértettük? Hát nem nagyon. Hát az idő azt mondta, hogy gyerekek, nem tanultátok meg, most más módszerre fogunk koncentrálódni, tulajdoni oldalon. Úgy már fog hatékonyan nőni a koncentráció, hogy ennek ki, hol találja meg a helyét, arra akarok majd néhány gondolatot még fölfűzni. Ide felrajzoltam pár növényt, amit minden nap megkérdezik tőlem, hogy Zoli, mit termeljek? És akkor azt várják tőlem, hogy mondjam neki, hogy hű, a köles az milyen jó, hója, mit tudom, hogy mi milyen jó. Én nem azt mondom neki. Az egyet dolgok, semmi olyat ne termeljük, aminek az értéklánca nincs kész. Amiről nem tudom, hogy el tudom-e adni, amikor megterem. Ez az egyetlen feladat. De ez rohadt nehéz feladat, mert ugye nagyon kevés szervezett értékláncunk van. Tehát a nagy növények mellett tudok egyet mondani, a durumnak viszonylag jó, ugye a vakszínak egész jó, mi van még, a söröseket meg lehet szervezni, de nagyon kevés olyan növényünk van, aminek van szervezett egy információs háttere, ugyanis ezeknek az évtizedes távlatunknak az egyik nagyon nagy problémája az, hogy leépült az információs rendszer is. Akár melyik adatgyűjtő helyet nézzük, csak ezekre a fő növényekre van adatunk. Nem is tudunk információhoz jutni. A másik dolog, hogy a szervezettségnek kinek a dolga? Kinek a dolga? Ezen kis gond, tessünk már gondolkozni. Kinek a dolga az, hogy ezeket a termékláncokat, az értékláncokat megszervezve a mi részünkre? Alulról, felülről, középről? Nyitva hagyom a kérdést, nagyon sokat tudnék róla beszélni, de a lényeg a dolognak, és amit kérek, hogy vigyenek haza, hogy csak olyanba vágjunk bele, aminek van a végén vevő. Mert aztán szükségszerű, hogy elterjednek ugye az étterbe sztár növények, mindenki elkezdi termelni, és már egy év alatt túltermelésbe fogjuk tolni az egészet, ha nincs annyi eszünk, hogy megszervezzük ezt a történetet. Egy rövid felsorolás, illetve idézőjelben egy rövid felsorolás arról, hogy mi kell, hogy az önök mindennapjait kitöltse. Elképesztő kihívás ma mezőgazdasággal foglalkozni. Ezek a témák mind magába is olyan embert próbáló szituációk, amire tényleg nagyon nagy problémákat idéz elő. A záró gondolatok előtt még néhány kitekintés. Hoztam nyilván bankból jövök, tehát hoztam néhány makrogazdasági elemzést, értékelést. Fölül ugye a csődráta, mindig erre hivatkoztunk, hogy hú, hogy megszerették a bankok a mezőgazdaságot. Nyilván ennek két alapvető oka volt, három
Az egyik az alacsony csődráta, a másik a hatalmas támogatás. És egyébként meg azt gondolom, hogy az, hogy elkezdett mindenütt emelkedni a csődráta a mezőgazdaságban is, az még nem ok arra, hogy ne így legyen a közeli jövőben, de a saját tapasztalatomat mondom, nagyon komolyan erőfeszítéseket és energiákat fektetünk abba, hogy önöknek legyen megfelelő üzemi szintű stratégiája. Én abban a pozíció vagyok, hogy én magam meg tudom akadályozni, meg előre tudom mozdítani egy-egy hitelnek az életét, mert át kell ugrani az agrárközpontot nálunk a projekteknek, a kezdeményezéseknek, de nagyon szívesen segítünk olyan életképes projekteket összerakni, amikkel egyértelműen nyertes oldalra lehet állni. Ugye látjuk az alapkamat alakulását, ami most 7-nél tart, és az inflációról csak annyit ugye, hogy a környező országokkal összevetve azért még mindig magasabban vagyunk a többieknél. Zöldítés, ESG történet, erről csak egy gondolat. 2025-től nem lesz más lehetősége a kereskedelmi banknak, csak olyan projektek finanszírozására, ami bizonyíthatóan, számszerűsíthetően zöld, fenntarthatósági követelményeknek megfelel. Ezen most nagyon keményen kínlódunk mi magunk is, mert ugye az Európai Unió kevés iránymutatást ad ebbe, hogy hogyan lehet ezt kialakítani, és mire mindenki átkínlódja magát, akkor majd fog egy központi elvárást a zsebünkbe rakni, amikor kezdhetjük előről az egészet, de a lényeg az, hogy nagyon rövid időn belül nagyon fontos tényezővé vált a fenntarthatóság. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos történelmi helyzet, ugye mi vagyunk a soros elnökök, és most kezdődik a következő pénzügyi kifizetési ciklus közös agrárpolitikájának az alapdokumentum összeállítása az Európai Bizottság által. Én nem sokat láttam még ezekből a tervezetekből, de azt tudom, hogy a németeké az nagyon egyszerű lesz. Az van benne, hogy csak fenntarthatóságra pont. Ennyi. Arra sok pénzt lehet majd kapni, de ha nem vagyunk fenntarthatóak, akkor ebből nagyon nagy problémák lesznek. Mitől függ az, hogy ebben a környezetben, ebben a gazdálkodási, megváltozott gazdálkodási környezetben ki lesz a nyertes és ki a vesztes oldalon? Szervezettség, beszéltem, a reagálás sebessége az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Csak példaként mondom, hogy az osztrákok egy, a németek 2 év alatt oldották meg ezt a szántóföldi szerkezetváltást, nem nagyon szaroztak vele. Piacismeret, nyilván ehhez szükség van piacismeretre, nyilván hatékonynak kell lenni, nyilván megkülönböztethető minőségnek kell tudni felmutatni. Ugye méretek, hiába beszélünk itt, és egyébként ezt fel is tenném kérdésnek majd, hogy ha van kedvük hozzászólni, hogy ezek között, az időjárási körülmények között van egyáltalán esélyünk rajta, hogy mondjuk a étkezési búza arányát föl tudjuk a mostani 30-ról mondjuk 80-ra, ami értelmes dolog lenne? Én nem vagyok termelő, tehát én nem tudok erre válaszolni, csak az a sejtésem, hogy lehetetlen. Tehát egy nagyon-nagyon kemény kihívásról beszélünk. A mennyiségeket pedig azért írtam oda az irányvonatot, hogy exportálni vagyunk kénytelenek, és nem vagyunk képesek egy irányvonatot megtölteni fajtaazonos, egyfolyton minőségű terménnyel. Ez tök értelmezhetetlen dolog. Kanadaiak hány búzafajtát termelnek? 2. Na, és ugyanennyi kanolát is. Tehát eléggé koncentráltan az oroszok hányat? Ők 4. Tehát ők hajókban mérik, és azokat is meg tudják fajtaazonos, azonos minőségű terménnyel tölteni. És a végén ott van számszaki alapok. Számszaki alapok. A matematika ez egy nagyon fontos tudományág. El kell kezdeni, aki még nem kezdte el, hogy teljesen fillérre lebontva, erről is tudna Laci nekünk még órákat mesélni, hogy hogyan kell fillérre pontosan tudni minden költségünket ahhoz, hogy megfelelő pozíciónk legyen az eladási oldalon. És tudom, hogy fárasztó gondolataimnak a végére egy nagyon fontosat szeretnék mondani, hogy nekünk, agrárértelmiségieknek ebben a helyzetben óriási a felelősségünk. Sőt, teszek egy kezdeményezést is. Muszáj, hogy összedugjuk a fejünket, és kitaláljuk, hogy mi lesz a mezőgazdaság jövője. És az a mi felelősségünk. Nem akarok szervezeteket megnevezni, a magyar mezőgazdaság üzemeket vezető értelmiségnek a dolga.
Tehát szeretném arra kérni mindenkit, hogy gondolját és próbáljunk egy alapdokumentumot összerakni, amire aztán vitathatunk, cincáljuk. Csak azt nem szeretném, ha ebből az jön neki, hogy mindenre képesek vagyunk, csak a valóságban meg nem fogjuk tudni megvalósítani. Muszáj, hogy legyen egy középtávú elképzelésünk arról, hogy a magyar mezőgazdaságban mi a fenntartható, mik azok, amelyekben zsákutcák felé haladunk, és ezekből az elemzésekből talán kiderül, hogy vannak elég látványos zsákutcába vezető utak, amin most haladunk. Nem kéne padlógázzal a falnak hajtani.